A házasság hete alkalmából beszélgetünk a Férfiak Klubjának, képzeljék, ilyen is van, szóval a Férfiak Klubjának az elnökével, Bedő Imre a vendégünk, jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a nézőket, jó reggelt kívánok! Mi az, hogy a Férfiak Klubja, mi az önök célja? A férfi értékeknek szeretnénk ismét presztízst adni. Nincsen? Úgy érzékeljük egyébként, és ezt mind a férfiak, mind a nők visszajelzik számunkra, hogy a férfi értékek képviseletének a területén elég erős lanyhulás van. És ugye akkor régebben férfivá válni kényszerből is kellett, hiszen ha nem álltak a sarkukra, akkor bizony éhen haltak az emberek. Ma azért sokkal könnyebb belelazulni az állapotainkba, és ezért mi azt tűztük ki célul, hogy ismét presztízst adjunk a férfivállás útjának, illetve ezeknek az értékeknek a mélyére menjünk, hogy mit adnak a férfiak különlegeset a világnak, a családjaiknak, a nőknek, a baráti köreiknek, a munkahelyeiknek. Na és szóval... hogyha most már a helyzet nem annyira egyszerű, hogy aki ki tud menni és el tud ejteni egy mamutot, az férfi, akkor a mai világban mi számít férfi értéknek ön szerint? Ugye a férfi értékek szerte ágazóak, de ha párat kellene kiemelnem, akkor azt mondanám, hogy a tartás, a felelősségvállalás, a döntésképesség, és mindenek előtt a cselekvőképesség. Tehát én úgy érzékelem, hogy a cselekvőképesség volt régebben egy nagyon jó férfi érték, ami minden feladatot, amit láttak, azt elvégezték. Ma azért inkább a filozófálás vette át ennek a szerepét, és azt, hogy miért nem lehet megoldani. És mi azt gondoljuk, hogy ez elkezdett hiányozni a családokból, a társadalomból, az a konkrét tetrekészség például, ami előre viszi a világot. Most nem a feminizmus jegyében kérdezem, de ezek nem egyetemes emberi értékek? Egy nőnél nem lehet ugyanolyan fontos, hogy cselekvőképes legyen, és mondjuk felelős? A férfi értékeket, a női értékektől az különbözteti meg, az én véleményem szerint, amilyen háttértartalommal feltöltik ezeket maguk az emberek. És nagyon érdekes, hogy végeztünk egy kutatást, a 8000 férfi válaszolt nekünk, külön a férfiakat megkérdeztük arról, hogy milyen értékeket tartanak fontosnak, hogyan érzik magukat a bőrükben. És az érték felsorolásban, amit mi oda kitettünk nekik, abból a hűség a harmadik helyen végzett például. És ezzel szeretném érzékeltetni, hogy milyen különbözőségek vannak, amivel feltöltjük ezeket az értékeket. A nők külön örültek ennek, ugye, hogy a hűség az egy előkelő helyen végzett a férfiaknál. Ehhez képest a nőknél hol végez? Nem tudom, mert a nőket is megkérdeztük idén, de annak a feldolgozása még zajlik. A hűség viszont ugye a férfiaknál részben párkapcsolati típusú tartalommal töltődik föl, de valószínűleg sokkal inkább domináns a ez a kvázi militáris típusú, az elveimhez való hűség, az eszmékhez, a bajtársiasság, a cég, az életcél, és itt válik ketté, hogy mondjuk egy barátság, vagy egy hűség, vagy egy másik fajta érték mitől válik nőiessé és férfiassá. Mi kifejezetten azokkal a férfi értékekkel foglalkozunk, amire a nőknek szüksége van, hiszen mindig a nők kérdezik, hogy hol vannak a férfiak. És nagyon erős férfi támogatást kapunk ebben, tehát közel 100 000-es közösséget hoztunk össze egy év alatt, aminek ugye van, azt hiszem, hogy beszédes ez a szám, nagyon sokan álltak mellénk, és azt gondolják, hogy érdemes ezzel foglalkozni. Azért is most a házasság hetére visszatérve, mert rengeteg válás van, nagyon-nagyon sok fiú nő fel férfi minta nélkül, rengeteg anyától kapok levelet, ugye ebből az óriás közösségből most már, hogy nagyon nagy nagyon nehezükre esik nekik férfi mintát mutatni, hiszen hogyan is tehetnék ezt, és hogy vigyük be az iskolákba ezeket a gondolatokat, amiket mi propagálunk a ma 21. századi építő férfiasságról, hiszen mi azt keressük, hogy ma milyen utat lehet találni, nem a nagyapáink korát szeretnénk visszahozni, mert azt nem lehet. És jól értem, hogy azt mondja, hogy ha férfiak tudnának inkább férfiak lenni, akkor válás is talán kevesebb lenne? Igen. Én azt gondolom, hogy elsősorban emberek vagyunk, alapvetően, de utána rögtön kétfele ágazunk, és vagyunk férfiak és nők. És ezek a legfontosabb gyökereink, amire ráépül az, hogy magasak vagyunk, vagy soványok, vagy kövérek, vagy szakemberek, vagy jól kommunikálunk, vagy empatikusak vagyunk, de ezek a karácsonyfa díszei. És akkor érezzük meg, hogy milyen fontos a női, vagy a férfi gyökerünk léte, amikor megsérül, amikor valaki azt sérti meg. És én azt gondolom, hogy
nagyon, itt mi inkább egy ilyen metagyökérnek az ápolásával kezdünk foglalkozni, mert hogyha ezeket elkezdjük rendbe tenni, mi csak a férfi oldallal foglalkozunk, akkor azt hiszem, hogy erre tud ráépülni mindaz az érték, amit a férfiak adni tudnak, hiszen a férfiak azért vannak, hogy adjanak a világnak, és hozzátegyenek rendszerekhez, ugye nők életet is tudnak adni. A férfiak rendszereket tudnak táplálni, hozzá, be tudnak épülni ilyen rendszerekbe, mint például a család, vagy egy baráti kör, vagy egy cég. Tehát a szolgálat vállalása az egy nagyon fontos része a férfivá válásnak. És amikor valaki csak öncélúan a saját maga szórakozására éli az életét, a mi felfogásunkban a életkortól függetlenül, vagy akár vezérigazgatástól, vagy egyéb státusztól függetlenül nem válik férfivá. Az kiderült az önök kutatásából, hogy a férfiak jellemzően mikor, milyen életkorban, milyen élethelyzetekben érzik magukat leginkább kiegyensúlyozottnak, boldognak? Nagyon érdekes, hogy erre rákérdez. A 8000 férfi válaszát összesítve az derült ki, hogy először is az apaság sokkal kiegyensúlyozottabbá, derülátóbbá, optimistábbá teszi a férfiakat önmagában. Még egy nagyon érdekes dolgot találtunk, hogy az 55-ös körüli férfiak, akik apák, sokkal jobban érzik magukat a bőrükbe, minden tekintetben, de szabadidő tekintetében is, mint a 25 évesek. Tehát az ő gyerekeik már nyilván idősebbek, tehát ezzel igen, is tehát valószínűleg a gyerekek már nagyobbak. Mi a helyzet a nagyapákkal akkor? A kutatásunk azt mutatta, hogy a nagyapák, tehát hogy ahogy érik ez a vélemény, ugye, tehát hogy valóban van különbség az érettségben, abban, hogy hogy állunk az élethez. Ebből a szempontból egy másik érdekességet szeretnék kiemelni. Megkérdeztük a különböző generációkat, hogy melyik generáció érzi a saját értékeit a legtávolabb esőnek valamelyik másik generációtól. És az nem volt problémás, hogy az 55-65-ösök azt állították, hogy a 15-25-ösök esik tőlük a legtávolabb, ugye az értékrendjük. De az, hogy a 15-25 évesek is azt állítják, hogy a 15-25 évesek értékrendje esik legtávolabb az övékétől. És közelebb azért érzik a 65 éveseket? És ennek egy lényegi eleme van, hogy akik a férfiak klubja kérdőívére, ami a férfi értékekről szól, akik erre élesek voltak, tehát akiknek fontos ez a fajta értékrend, ők úgy érzik, hogy ufók a saját generációkon belül. Akiknek fontos a férfias értékrend, azoknak nem tetszenek a mai fiatalok ez akkor. Ők is ufónak érzik magukat, igen. Hát köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindezt megosztottál velünk. Köszönöm szépen én is.